utazott a vonaton a zsidó, a paraszt, a pap, meg az apáca. Egy vagomba ültek, szembe egymással. Zakatol a vonat, zakatol, két város közt több óra hosszan. Egyszer fölkel a zsidó, illedelmesen meghajul, és azt mondja, elnézést kérek a becés társaságtól, én elmegyek húgyozni. El is ment. Az apáca pedig meglüki könyökével a papot, és mondja neki, hogy tisztelendő atyám, incseli ezt az embert, ha visszajön, hogy ilyen csúnyát nem mondjon máskó, hogy húgyozni, mert ez káronkodás. Hát a pap meg mivel, hogy ember szerető barát, azt mondta a parasztnak, hogy maga mellett ül, incsele maga. Paraszt azt mondta, majd jó. Visszajön a zsidó, leül, a paraszt megköszörült a torkát, és azt mondta neki, hogy hallja maga Rebeka picsából levágott, hérvat vágott, koszos, faszú zsidója, hogy a Sveti Pávle nyomja magába azt a rohadt, büdös, koszos faszát. Hát muszáj magának bejelenteni, hogyha kimegy húgyozni, kilógassa azt a tripperes, szangeros, rohadt faszát, hát úgy picsán rógom, hogy rögbe zsinagógába tántorgó nagybőgőnek nézi az édesanyja tripperes, szangeros, vaspalos, csimbalom szöggel kivert picsáját. Ha mit gondol maga, mik vagyunk minkit? Falhóvert lófaszok? Ez a tisztelendő nővére kibaszott bálkás kurva, akinek a jelenlétében illetlen, mordatlan szavakat lehet használni, hogy húgyozni. Amikor ezt a tisztelendő nővér meghallotta, elájult. A pap pedig köröztött vetett, és azt mondta, hogy na most már mindannyian baszhatjuk.